Sziasztok, srácok! Mizu veletek, közben itt olvastam a chatet, hogy többen betegek vagytok. Hát jobbulást mindenkinek, aki nincsen jól most, de hát remélhetőleg majd az élőadás végére még jobban lesz, mint ahogy van most. Igen, nincsen modi felvétel, nagyon jól írja Melanie. A zene címét egyébként már beírta valaki. Na de, várunk egy picit, és akkor belevágunk a mókákba. Tegnap ez az IE-s dolog, ez nagyon-nagyon felidegesített, és egyébként az a vicces, hogy estére kijavították ezt, úgyhogy ha este lett volna ez az élőadás, akkor nem lett volna ekkora gebasz. Úgyhogy igen, már várom, de nagyon, mert jobb játék a játszasz. Köszi szépen! Na jó, szerintem akkor én belövöm a játékot. Addig tegyetek fel a kérdést, vagy valami. Mert hát itt azért nem egy olyan egyszerűen ez a dolog. Szevasz lehet, sziasztok, sziasztok, aki most jönne esetleg. Várjátok, hogy jelszavamat sem tudom beírni kb. Azt hiszem ez az. Nem. Na akkor nem jó. Na most jó lesz, úgyis van. Jobbulás, Melani. Léci, olvasd be. Hajrá, kazár. Hajrá, kazár. Ennyi. Egyébként, szia, Luca is. Végre értesítést küldeni a YouTube-nak. Hát igen. Ez azért nem rossz. Mi? Nem igaz, megint küldött egy ilyen értesítést a FIFA, hogy lehet, hogy nem tudom elindítani a játékot. Akkor én befosogás viszem. Léci, ha elindul, akkor nagyon királyok leszünk. Én szünetén vagyok, suli szar 10 perc. Egyébként gondoltam, hogy többen is suliban lesztek. És megy a játék, jól van. Na srácok, akkor váltsunk át szerintem. Egy pillanat múlva át is váltunk rá. Ez ekkora királyság lesz, hogy suliban nézitek. Aztán majd a tanárnő megkérdezi, hogy mit is csináltok. Csak azt fogják mondani, hogy élőadáson is hagyjanak békén. Na jó, itt is van a játék egyébként. Egy picit leméretezzük. Legyen jó, mondjuk így jó lesz. Majd egyébként a zenét le fogom venni, mert jó lenne, hogyha jó lenne, ha hallanánk a játéknak a hangját is, meg kb. Én is megsüketülök. Na de, azt mondja, hogy volt egy olyan kérdés, hogy szerencsém, hogy beteg vagyok, mert így én is suliban lennék. Hát azért az annyira nem szerencsés, hogy beteg vagy, de akkor jobbulást. Én is lázas vagyok. Egyébként van valami vírus, legalábbis én úgy tudom, hogy rengeteg beteg ember van, és valami vírus van, szóval mindegy, hagyjuk is ezt. Zene stop, és akkor nézzük azt a journey-t. Lépjünk be. Remélhetőleg tudjuk folytatni. Nem vagyok suliba. 5 órán volt, az igen, 5 órát az annyi, mint a be sem mennél kb. Az hogy van, hogy neked már megvan a FIFA, mert a PS4 két nap múlva lesz elérhető. Úgyhogy ez PC, és itt a PC-n van egy ilyen Early Access cucc. Megint meg kell ezeket a szarokat csinálni. Tegnap megcsináltam, srácok. És hát a játék az kidobott. Na jó, ezt nem már akartam rámenni. Jó. Na várj csak. Igen. Ja. Szóval minden feladatot kell teljesíteni, és akkor kapok ilyen kis Ultimate Team rewardot, szóval ilyen kis Ultimate Team-es cuccot. Én halálomban vagyok, jó streamet, hát akkor jobbulást, haver. Ha most tetszik az előadás, úgy van, Melanie már tolja a reklámot, ennyi, köszi szépen egyébként. Legyen ez a cucc. Nem merek egyébként cipőt változtatni, mert félek, hogy kifogy a játék. Egyébként srácok, tegnap az volt, kiválasztottam egy foci cipőt, és kifogyott az egész. Hát mondom, ez elég jó. Jó, ezeket hagyjuk. Itt lesz ez a
Szűk cucc. Szerintem a cipőt is hagyjuk. Rakunk még egy ilyen kis fehér karpántot. Na. Szerintem, most azon gondolkodom. Ezt egyébként föl kellene húzni. Na jó, akkor toljuk az első kis dolgot. Ezt már tegnap letoltam, de hát annyira helyes a FIFA, hogy nem bírta lementeni. Úgyhogy lehet ezt a meccset el fogjuk skippelni. Szerintem te nem csak 10k számot érdemelni, hanem több 10 000-et. Nagyon szépen köszönöm. Hát igen. Igen. Ez sajnos nem rajtam múlik. Egyébként srácok, már tudom itt ezt az elejét, mert tegnap ezt letoltam, szóval itt az a lényeg a legeslegelején a játéknak, hogy egy külföldi, vagyis nemzetközi kupán vesz részt a csapat, és nem mindegyiknek garantálja az edző, hogy részt vehet ezen a meccsen, ezért lesz egy ilyen kis rövid edzőmeccs, ahol jól kell teljesíteni ahhoz, hogy benne legyünk a kezdőcsapatban. Igen. Szeretem, amikor nincsenek itt a pisisek, rögtön látszik a 66 like, egy dislike, annyi. 20-an vagyunk, 5-en hiányzunk. Az igen, 5 hiányzó, az azért elég durva. Mondjuk nekünk is volt olyan, hogy 22-en voltunk, és 7 vagy 8 hiányzó is volt. Jump straight. Igen. Luxy practice to basics of football before playing the training match. Na jó, inkább toljuk ezt. Üdvözlet minden érkezőnek, így van srácok, szevasztok esetleg, aki most csatlakozna még a streamhez. Egy picit hamarabb kezdtük el, mint ahogy gondoltam, mint ahogy terveztem. De azért is kezdtem, mert ma nagyon-nagyon vártam, hogy játszassak ezzel. Meg azt is, hogy tolhassak egy kis streamet. Nyomassad. Hát, itt nem lesz most megállás. Halilel, miről maradtam le? Hát figyelj, most indítottam el, úgyhogy szerintem semmiről. A legjobb baj, nagyon szépen köszönöm, azért ne túlozzunk. Néha jó betegnek lenni, láthatom a live-át. Hát azért csak beteg legyél, hogy láthassad az élőadást, azért nem hiszem, hogy... voltunk 21-ből, 5-en voltunk benne. Az igen! Féltek srácok, nekünk volt olyan, amikor én jártam suliba, ugye most már befejeztem. De jó, ez a kontroller is, hihetetlen. Szóval... ez mellé ment, majdnem bement. Szóval, volt olyan, ugye volt valami strike, nem is tudom, azt hiszem, tanárok strike-oltak, vagy nem tudom, tanügyminisztérium strike-ot, nem tudom. Az a lényeg, hogy akkor kb. Nem voltunk bent szinte egy hónapig, és elkezdtek egy ilyen hülyeséget, hogy szombaton is be kell járni majd suliba, hogy pótoljuk be az órákat. Hát mondom, nem én sztrájkoltam, hanem a tanárok, hát akkor miért szívnék én helyettük? Aztán úgy volt egyébként, hogy azon a szombaton bent voltunk, de hát azt mondtam, hogy Istenem, szombaton bemenni suliba, mindig az van, hogy péntek délután van, nem is biztos, hogy neki állsz tanulni, mert szerintem nagyon kevés ember áll neki péntek délután, max azért, ha tudom, elmegy egész hétvégén otthonról, és akkor neki állsz tanulni. De hát pénteken soha nem tanulsz, majd vasárnap délelőtt nekiállsz, és akkor legrosszabb is a vasárnap délután. És akkor ugye szombaton fölkelsz reggel, ugyanakkor kell kelljen, mint pénteken. Ez nagyon-nagyon durva. PS3-ra is lesz Hunter. Hát PS3-ra srácok nem lesz, meg Xbox 360-ra sem lesz Journey mód. Ennek egy oka van, legalábbis szerintem, hogy ugye a régi konzolokra azért nem adják ki, hogy ösztönözzék az embereket arra, hogy megvegyék az újat, ugye a PS4-et vagy az Xbox One-t. Úgyhogy szerintem ennek illetve ez az oka, de PS4-en meg Xbox One-on lesz, szóval azt egyébként nagyon sokan kérdeztétek, hogy akkor PS4-re is lesz. És egyébként igen, arra lesz, meg Xbox One-ra, meg PC-re is. Támogatni akarlak, de nem engedi. Azt hogy?
Egyébként kell, az a link, ami van a leírásba, szerintem kellene, hogy működjön. Szerintem kellene, hogy működjön. De várjál, megnézem. Milyen telód van? Hát egy 600 ezer éves iPhone 4. Csak az a van, hogy most jelenleg nincsen pénzem arra, hogy vegyek egy újat, de egyébként ezzel nagyon-nagyon meg vagyok elégedve. Ahhoz képest, hogy milyen régi, tök jól működik. Na de várjál, megnézzük ezt a stream tip linket. Nekem működik. Na várjál, inkább belépek, és akkor megnézem, hogy jön. Nálam működik egyébként. Aha. Tudja, hogy működik. Na mindegy. Nem is az a lényeg, hogy... hogy pénzt küldjetek nekem, hanem itt jól szórakozzunk, meg ha van kedvetek, akkor küldjetek lucot, azt majd a végén beolvasom. Volt egy olyan komment, hogy nagyon sok pénzt kell belefektetnem a gépbe, hogy működjön. Hát igen, kell egy szomosabb gép, de hát előbb-utóbb úgy is az van, hogy ha nem veszel új gépet, a fejlesztésekre annyit rá tudsz költeni, vagy annyit ráköltesz, hogy a végén sokkal rosszabbul jössz ki, mint ha vennél egy új gépet. Egyébként a legelső gépemmel úgy voltam, hogy vettem bele videókártyát, RAM-ot, nem is tudom még miket vettem bele, hangkártyát, meg mindenféle cuccot, és a végén annyival többe került. Mondom, hogyha ezt a pénzt félrerakom, azt a régit megáldottam volna. Tudtam volna venni egy újat is, de hát ez ilyen hibákból tanul az ember. Hanem elhagyott egy iPhone 5-öst. Fú, ha azt én találom meg. Nem, egyébként. Jó, ez az iPhone 4, semmi baja nincsen. Tényleg nincsen összekarcolva, meg semmi rossz tulajdonságot nem tudok mondani róla. Csak az, hogy ugye régi, és már az új szoftver nem jön ki rá, és ezért egy picivel lassabb, mint az újabb verziók. De hát egyelőre jó, ez teljesen jó, majd aztán mikor tényleg az lesz, hogy nem fog működni egyáltalán, akkor majd lecserélem. És szerintem egy iPhone-t fogok akkor is venni. Nem azért, hogy én most ilyen nagy, nem is tudom, státusz szimbólumként használjam a telefont, de tök jó egyébként. Most kajátunk, aztán go dupla tesi. Jaj, Niki, inkább jönnél live-ot nézni. Remélem, hogy a testnevelés órán itt fogsz lenni. Na jó, első fél ide ennyi volt. Anyáiknak jó lesz netezése. Ja, az simán. Egyébként az a vicc, hogy rengeteg kérdezik, hogy ó, hát akkor a netre milyen gép kell? Hát mondom, egy nagyon minimális 2 giga RAM, egy alaplapi videókártyával is simán lehet videókat nézni, meg egy sima, mint tudom, Celeron processzor. Egyébként, hogy a játéknak mi a gépigénye, azt most így pontosan nem tudom neked megmondani, de ha belépsz az Origin-be, akkor ott meg tudod nézni ezeket a dolgokat, és ott tudsz informálódni arról, hogy mit tudom én, milyen processzor kell, hány garam, és egyébként jobb, ha nem a minimális grafikára mentek rá, illetve a minimális gépigényre, az általában szokott változni, és ha kijön egy patch, akkor utána már nem működik annyira jól. Egyébként emlékszem, a FIFA 17-nél is ugyanez volt, hogy kijött egy frissítés, és elkezdett szaggatni a játék, úgyhogy annak nem nagyon örültem. Addig pofázok, egyébként gólt sem bírtam lőni. Tegnap 3-0 vagy 4-0-ra nyertem. Nem értem, hogy néha ezeket a kérdéseket komolyan gondoljátok. Mi? Jó. Leküldtek az igazgatóhoz, mert téged nézek suliba. Ezek hülyék. Hát az igen. Azt a rohadt élet. Az igen. Nice. De egyébként srácok, a suliban vagytok, akkor ne nézzétek, vagy nem tudom. Utólag vissza tudjátok nézni, csak ne legyen abból baj, hogy engem néztek. Én csak lányok a modik. Fú, ezek a kérdések. Igen, most egy másik nézőmnek itt a beírását. Tudnám idézni, igen, mik ezek a kérdések.
Mi van a játékkal? Ja, minden nap 10 órát lehet... Nem. Az a baj, nem. Az a baj, összesen 10 órát lehet játszani 29-éig, úgyhogy még nekem van egyébként 5 órám. Tegnap felvettem egy videót, remélem, hogy felvette a Fraps meg az Action Cam, mert ha nem, akkor nagy szívás lesz. Szóval még van összesen 5 órám, és azzal kell kibírni 29-éig, remélhetőleg... Remélhetőleg elég lesz addig. Na hát, ezekre gondolok. Hát, vannak ilyen kérdések. Egyébként meg az a durva, volt egy élőadás, ott is kevesebben voltunk. És ott valaki írt, hogy eddig még nem írtam kommentet, illetve eddig nem írtam még a chatbe, de elegem van már a kilencekből. Ezzel nagyon-nagyon röhögtem. Sanzon is lány, dehogy is, hagyjad már. Egyébként az a durva, hogy Mark nincsen itt, ő mondta, hogy akar jönni. Szerintem elég mócos lesz, hogy nem akkor toltam a live-ot, amikor ő itthon volt. Vagyis, hogy otthon volt, mert nem itt lakik nálam. Jó, gyere, han... Á, de... Hogy sprintelik le? Az nice. Mutasd meg az igazgatónak live-ot, és ő is feliratkozik. Hát, ez hülye! Az igen! Komment! Nem, egyébként reménykedtem, hogy péntek van, és hát ha sok embernek 12-kor vége a suli, és akkor mondom, hogy elkezdjük, mert ugye már egy óra, mondom, egy óra alatt azért páran hazaérnek a suliból, meg mindenhonnan, ha 12-ig voltak. Jó! Fölé megy, hát befosok. Egy óra múlva gó orvos, na hát akkor nem tudom, mit lehet ilyenkor kívánni. Igen, egyébként gépigény.hu-n is fönt van. De hát, ha van origined, akkor simán belépsz és ott írja. Ott írja dolgokat. Mit dolgozol? Jelenleg az a harci helyzet, hogy ott, ahol voltam gyakornoki helyen, egy televíziónál, oda felvettek egy másikat. Tehát mondom, hogy akkor úgy volt, hogy fölírtam, mondom, hogy jönnék melózni meg minden. Ja, hát nem kell, felvettünk mást. Mondom, oké, de akkor szólhattak volna hamarabb. De egyébként valamilyen ilyen média közeli állást tervezek, csak az a baj, hogy legtöbb helyre, egyébként így van ez sok helyen, hogy az állásnál mindig az van, hogy kérik, hogy 1-3 évig tapasztalat. Hát most én honnan szerezek neked 1-3 évig tapasztalat, amikor most fejezed be a sulit. Na, szóltam az igazgatónak, de azt mondta, ránéz a csatornára. Ez hülye! Ezt a rót! De figyelj, hogyha fiú, vagy azért férfi, akkor talán még a foci miatt fel is iratkozik. Szevasz, papi! Hello! Éppen ebédelni hívtak, de kihagyjuk. Na igen, ez a csapat nem rólad szól, hanem rólunk. Értjük. It's every day, bro. De jó. Ja, félfé szereti a focit. Hát akkor easy peasy. Na srácok, az van, hogy settings, game settings. Azt kell most már megtalálni, hogy hol tudom bekapcsolni ezt a feliratot. Azért jó lenne. Ha valakinek van valami fogalma... Ah, itt van. Úramisten, eddig nem bírtam megtalálni, pedig ott volt állandóan. Na. Nézzük akkor a halka játék. Na, várjátok, srácok. Fönnebb toljuk. Mondjuk így. Ó. Kis stúdió.
Ott van, oh, Marcus Rashford. Woohoo! Just like a post-match interview, except you'll be sitting down and not sweating. Well, you'll be sitting down anyway. Hey, Michael. Is it true that the club's offered Alex a new contract? It's priority number one now, Jim. Might even have a few surprises for him if we're lucky. Oh, good, good. Just as long as Alex isn't worried. All that matters to him now is a new season. It's not just about the new season, Jim. It's got to be the deal that sets him up for life. You know, I wish Harold had had someone like you. I really do. Igen, szóval az van, hogy egy új szerződést fognak. It's easy for you to say. It's real Ferdinand. And you're Alex Hunter. Alex. Hogy be volt tolva ez a csávó, azt mondja, hogy ez Rio Ferdinand, és te vagy Alex Hunter. Mate, nice to meet you. No problem. I'm sorry to be a bit of a fanboy, but I used to watch you growing up as a kid. You, Giggsy, Ronaldo. I never imagined being here with you in front of the cameras. Jaj, nem hiszi el a gyerek. Let's get you set up, man. Come on. Na szóval az volt a lényeg egyébként, hogy rajta nőtt fel. This is once to watch. Az, igen. Once to watch kártya lesz Alex Hunterben. Szóval az volt a lényeg, hogy megmutattam az egész iskolának, hogy live-os, és kb. 50 embernél van teló, és a 30-kor bejövök, nézzük, 20 perc a szünetben vagyunk most. Szevasztok! Na, egyébként az volt a lényeg, hogy itt egy picit betolt Rio Ferdinand miatt. Köszi Niki, neked meg jó sulizást. Szóval az volt a lényeg, hogy picit betolt Alexander, amikor meglátta Rio Ferdinandot, és azt mondta neki, hogy rajta nőttem fel, illetve rajta nőttem fel Ryan Giggs-en meg Ronaldon, úgyhogy most lesz egy kis interjú szerintem. Lássuk, mi lesz. Without a professional contract, then you have to go through an exit trial and find a club. Aha, szóval 12 hónappal ezelőtt kaptál egy profi szerződést, és ezután pedig now, you're an FA Cup winner. FA Kupa győztes vagy. What made it happen, Alex? Na, és válaszolni kell? Ez a playing football, igen. It's been amazing, yeah. Dream come true. I can hardly believe I'm sitting here talking to you about it. You know, I just love playing football. It's all I know how to do. But don't tell anyone that. Okay. It kind of helps when you got the game in your blood. I mean, Jim Hunter, obviously a club legend. What a player. But Harold Hunter, your father, decent player too, eh? I heard that he came in after the FA Cup final. Is that true? Na nézzük, megint kell válaszolni. Szerintem vagy, nem tudom. Na. First time I'd seen him since he left, moved to the States 8 years ago. Have you seen much of him since? To be honest, he's just not a part of my life. Ja, hogy ez az apjáról van szó. Szóval, hogy elhagyta 8 hónapja, és azóta nem találkoztak. My mom, my granddad, they're my family. Ja, és azóta nem a családtagja, az anyja meg a nagyapja a família, úristen família, család, és to be honest, I really want to be talking about Harold. Ja, és nem szeretne beszélni többet Haroldról. But another big part of you coming up was your old boyhood mate Gareth. Gareth Walker. A great rivalry there between the two of you now. Tell me if this is a load of rubbish, but I heard that things got a little bit scrappy between you two towards the end. Is that right? Yeah, there's a lot of history there. We used to play football in the street together when we were kids, joined our first youth club together, signed for the same professional team. But it's hard. Everything changed. We were 17, just left home. Suddenly your whole life gets turned upside down and you gotta work out pretty quickly who you can trust and who you can't. In the end, I guess everyone reacts to pressure differently. Szóval itt az volt a lényeg, hogy
mindenki másképp reagál a nyomásra, és ezért változott meg a kapcsolatuk. I think Gaz and I put a lot of stuff behind us after the FA Cup final. Maybe we both grew up a bit. But don't get me wrong, there's still a healthy rivalry there. Even when we were kids, we used to try and constantly outscore each other. Listen, so who would usually win then? Depends which one. I guess that depends which one of us you ask. So, Alex Hunter, thanks for coming, man, and talking to us today. Good luck on a new season. Cheers. Na jó, megköszönték éppen, hogy eljöttünk, és akkor vége is a... Well, good job, mate. Where'd you get your questions from? And that was intense. Listen, we're just getting to the real stuff, that's what you want. But you did good, man, it was nice. Alright, well, good luck in the new season, man. Sok sikert kíván, Fió Ferdinand. Na. Alright, mate. Gert. We're the ones to watch, eh? Mr. Hunter, Mrs. Hunter. It's been a while. Can't remember the last time you called me Mrs. Hunter. Yeah, well, only seems right. Gert Walker. Things have changed a bit, haven't they? They certainly have. We'll be outside, Alex. Igen, ez a trial verzió egyébként. Alex, as expected. Gareth. Didn't know they had you for this. Why would you? Won't be my agent since that mess of a transfer, have you? Az volt a vége egyébként, hogy behívják, váltok. This is unpredictable, you know it is. Yeah, well, I gotta run. Good work today, yeah? See you later. Wait, you're not still with that guy, are you? Of course, man, why not? Always done right by me. Yeah, well, you're one of the few. What's that supposed to mean? Listen, mate, on the level, just ask around. Taylor... He's a bit of a joke. He's a big part of my transfer blowing up the way it did. Oi, Gaz. You ready to go, mate? Guess that's me. It's good to see you, bruv. No music. Alright. Good to see you, man. You too. Great job last season. Thanks very much. Hello everyone, you alright? Na, itt jön egy kis felvétel megint. Na nézzük megint most akkor itt mi lesz tovább. Tök jó amúgy. Amúgy lejel meg jó, hogy korábban kezdtem, hogy 5-kor foci edzésre megyek. Nem is mondhatod, hogy focizó. Jaj. Na jó, nézzük akkor a következő dolgot. Na, kis repcsis cucc. Get out of here. You have to earn it first, Hunter. Azt mondom, hogy Mark Noble volt, de lehet, hogy nem. All we have to do is beat Real Madrid in the semis, then either LA Galaxy or Bayern Munich in the final. Szóval elődöntőbe lehet, hogy kapjuk a... Elődöntőbe a... Látok, ott volt, esküszöm. Elődöntőben is. Seems Lily here believes everything he reads. He still thinks the moon landings were filmed in a movie studio. Wake up, shipper. If the day comes when I decide to leave, you will all know about it first, not the press. And when will that be? Jó, köszönöm szépen! Köszi szépen, Niki! Én is megyek edzésre. Kopi. Na! Az igen, Reállal játszunk, West Ham-mel vagyunk. Na! Hát szerintem play as a team. Egyszerűbb lesz, legalább tudok passzolgatni. Jön a betöltés. Ó, jó lesz ez a meccs! Nagyon ki fogunk kapni, de... Elődöntő Real Madrid döntő, vagy Bayern, vagy Los Angeles Galaxy. Uramisten, figyeld már! Húha! Alexander, right? You looked good last season, kid. Cheers.
Have a good match. Yeah, you too. Swap shirts after the game? I will see what I can do. Na, meccset a Ronaldóval. Mekkora királyt. Úha. Na nézzük. Mit kell csinálni? Egyébként rohadt szép az a stadion. Kis Alex Hunter. Jó lesz ez. I mean, it is a pre-season tournament, isn't it? But feels like a bit more than that. A big club, as you mentioned, awaiting in the final and a great chance to win a trophy on the eve of another season. Nem lesz valami könnyű. Jó. This is the Real Madrid lineup. Oh, Istenem. And they've got natural wide players in that front three with a central striker. I think that's the key because those lads on the flanks. It's quite a complicated job actually. Ajaj, ne, Léci. Úram Isten, 1-0 oda. Real Madrid with the lead. Bernard. Lanzini. Hunter. De még az a szerencse, jó passzokat adunk. Ó, Istenem! Két passz nem jön össze egymás után. Na, fogom meg, szuper. Á, ez is semmi volt. Most az iskolában nézek, de kijöttem a WC-be és onnan nézek. Ez hülye! Úramisten! Na. Hogy felrúgták. Na, passz. Jó. Jó. Szép passz. De nem igaz, hogy nem jön össze két passz egymás után. Mi a szar van? Lehet, hogy csak Hunterrel kellett volna játszani. Ajaj, ne. Jó. Húha. Ronaldo, ne engedjétek, hogy lőjön, léci. Jó, legalább még bele tudtunk élni. Na. Ó, hogy a... Beszarás esküszöm. Hú, de jó, mellé ment. Készülsz a világ... Igen, készülök, lejátszom a Journey-t, ameddig lehet. Aztán utána annyi. De hogy lesz világ vége. Na. Á, de nem... Megeszik ott középen. Jó. Bernard. His font. Joseph Font mit keres elő? Izén van a csapat, támadó, felfogáson, de nem is tudok azon állítani, az elég jó akkor. Ja igen, mert nekünk edzőnk van külön, és az cserélget még. Jó. Ó, igen. Na persze. Jó. Oké. Nem igaz, hogy nem tudom megtartani a labdát, tehát én beszarok. Hihetetlen. Oké. Ezt is hol, nem tudom, hogy ott látod, de... Uramisten! Ezt a gólt belőttük, az utána fingani nem tudunk.
Kb. Na. Nézzük akkor a második fél időt, mert itt ebben nem lesz semmi, az a baj. Start of the second half with Real Madrid at the moment out in front. Casemiro. Karim Benzema. Getting forward well as a team now. Ne? Jaj, de jól mellé ment. Hát én befosok, komolyan mondom. Ne? 2-0. Hát ez nem igaz. Ez így nem fosza. Sometimes a two-goal lead can be a dangerous one. We'll see. Lanzini played forward, a bit of menace in this attack. Hunter úgy fordul, mint a csuklós busz reggel. Hát. Gareth Bale. Now Casemiro. Marcelo. Ronaldo looking for room in a wide position. Ja, hát ezt itt ki fogunk kapni, mint a szar. Cristiano Ronaldo. Na, legalább labdát tudunk szerezni. Jó. Túlsó szél teljesen üres, de nem értem, hogy miért volt ez a fos passz. Na, gyere Arnautovic, gyere! Arnautovic, visszahúzzuk. Jó! Lövés! Elakadt Hunter gól! Legalább gólt tudunk fejelni. Eléggé fos helyzetből, de 2-1. Gyerünk! Sziasztok srácok, esetleg aki most csatlakozna a streamhez, hatalmas pacsi nektek. Na nézzük, hogy... Á, még egy gólt kellene valahogy lőni. Nem tudom, hogy az hogy, de... Jó. Eddig jó. Na, gyere Hunter. Az jó! Úram Isten, Arnautovic! Nem igaz, hogy nem megy be. És mi van? Hunter, Huntert leveszik. Nice. Elég jó. Nem. Akkor mi volt ez? Ah, jó. Oké. Okay. Legalább labda szerzés. Lanzini. Gallo. Coming on strong and looking to. Az még jó is lett volna, hogyha pontosan bemegy oda, hova akartam volna. Ez lehet, hogy ezt el fogjuk veszíteni. Mondjuk még van egy kis időnk, szóval. Passzok nem jönnek össze. Nem tudom, kb. A játékosunk mindegyik elbújik a reálos mögött, egyenként. Beszarás komolyan. Egyébként írjátok le már, hogy hányan vagyunk az évi adáson, mert nem tudom, hogy lehet, hogy kb. 50-en vagyunk itt. Na gyere, futás, fuss. Jó. Nagyon jó. Jó. Bum. Gól. Ennyi. Arnautovic. Ott is van. Hello. Szevasz Rekál. Szevasz papi. Nem is vettem észre, hogy itt vagy. Itt látom, hogy Melani, meg egyébként, hogy bannoltál valakit. Rekál, megjön ezt itt ban, hello.
15-en, azaz. 198-a mondjuk takarodj! Az igen! Nice! Úramisten! Na, hosszabbítás lesz szerintem. De hogy lesz, itt lesz az indítás! Jó! Gyere! Nem tudom ki vagy, Ayu! Gyere! 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 Léci! Léci! Gól! Ott van! Utolsó percekben! Hú-hú! Az igen! Hát, befosok, esküszöm! Mi volt ez a gól? 200-an itt vagyunk, szevasztok srácok, pacsi nektek, hatalmas királyok vagytok, hogy ilyenkor is itt vagytok. Fú, ez igen, és megnyerjük a meccset. 2-0-ról megfordítjuk. 3-2. Hiha! Ezt oda raktuk rendesen. Megállt beköszönt egy bannal. Na. Ronaldo gratulál Hunternek. Interaktív táblán nézitek a draftot. Az nice. Na nézzük akkor a folytatást, srácok, kíváncsi vagyok, hogy itt most mi lesz. Marha hideg van a folyósón, a nullig, azaz. Na! Megkaptam ezt. Hey, you're really starting to make a name for yourself. Maybe you should come play for Real. És, aha. Értjük, itt is van. It means a lot coming from you, man. Ronaldo knows a good player when he sees one. Na. Pénz. Mennyi a nézőrekord? Hát volt itt egyébként 1000 is, úgyhogy az... Jó, 72-esek vagyunk. Azt nem tudom, hol látta. Na mindegy, 72. Miskolában 2008 vagyunk, vagy valami olyasmi. Az igen. Na, advance. Nézzük tovább. Hát ezt el fogjuk szimulálni. Egyébként srácok, azért szimuláltam el, mert hát azzal sem fogom az időt tölteni. Na, Los Angeles Galaxy-val fogjuk tolni a döntőt. Szóval az van, hogy a... Mi ez az életkedv? Mi van? Nincs hang. Mi van? Ja, váltok. Nem tudom, hogy az miért halkítottam le. Elég jó. Lájkolom a... Bocs, srácok. Hát a Players Team. Most már van. Nyugi. Jó lesz mindjárt.
Legalábbis szerintem most már jó. Aha, jó. Néha egyszer-kétszer elmegy a hang. Mindjárt lesz, nyugi. Ready to learn about MLS, big shot? Sure. What you got in mind? You'll find out. Ooh. Lehet, hogy mentem. Köszi szépen, hogy benéztél. Pacsi nektek, Pacsi neked, majd folytatjuk innen. Egyébként vissza lehet nézni a srácok a live-ot, úgyhogy nem kell parázni attól, hogyha esetleg el kell mennetek valahova, vissza tudjátok nézni az egészet egyben. Jó van. Úristen. That at any time in the match is a yellow card offence, and he's not going to escape the booking simply because it's this early. Mi? Azt írja ki, hogy a videós egy moderátor időtudós, akkor van, igen. Az jó. Az jó. Az jó. Hunter, és nem megy be. Pedig jó próbálkozás volt. Nincs hang, van hang. Ja, úristen. A hangnak, és a harag helyett hangot olvastam, elég jó. Na, Hunter! Hunter! Megint milyen jó volt ez a lövés, csak nem csavarodott, illetve nem volt annyi erő bennem, mennyi kellett volna. Azt majdnem, megszereztük. Ajaj. Gyere, léci. Úramisten, ezt hogy gondolta? Ne, léci, ne kapjunk gólt, léci, ne kapjunk gólt! Úramisten, megint mekkora labdaszerzés. Gyere, kontra. Ayu, Hunter. Oda túlsó szélre valahogy. De megint mi volt ez a passz? Hunter. Jó. Arnautovic. Jó, ott megy Hunter, az lehet les lesz. Alex Hunter élő személy, vagy kitalált. Maga a személy, aki alakítja Alex Huntert, az élő. Egy afrikai srác, azt hiszem, de angliai egyébként. De nem, nem létező. Nem létező, ez ki van találva teljesen. De attól eltekintve tényleg valós személy alakítja őt. Úristen, elakad a lövés. Azt meg kirúgják. Trying to stretch the opposition using the wider areas here, and he can take possession in his own half. Kemény a PES 2018 megvettem. Hát nekem nem jön be az a játék. Se a 17, se a 18, sem egyik verziója. 12-vel meg a 13-on nagyon sokáig toltam. Sőt, azt hiszem még a 10-zel is. Igen, az volt egy ilyen klasszik patch, és akkor azzal toltam. Tök jó csapatok voltak abban, ilyen 96-os holland válogatott, Hulit, Van Basten, ilyesmikkel. Tudnék passzolni egyet, 6-szor megnyom, azt 6-szor szerzik meg kb. Közben. Na! Ez jó. Úristen, Huntert, hogy fölrúgják. Hogy vagy? Nagyon szépen köszönöm a kérdésed. Jó. jól vagyok teljesen. Örülök végre, hogy tudok élőadást csinálni a 18-a, és most már tényleg van, amiből videót készíteni. Nem az van, hogy unatkozom kb. Most azon gondolkodok, hogy mivel tudnám azt az időt áthidalni, amit videózással tudnám tölteni, csak hát azóta egyébként azért nem volt elmúlt időben, szerintem sokan láthattátok azt, hogy nagyon kevés videó volt a csatornán, és tényleg az annak köszönhető, hogy vagy hát nem volt játék, amivel játszani. FIFA 17-en már annyira nem is akartam, tényleg abban már annyira benne voltunk, meg annyi videót készítettem azzal,
hogy már nagyon meguntam. És vártam, hogy jöjjön valami új. És hát most itt van a végre a 18. Léci, jó. Az jó, és még jó passz. Jó. Úramisten, mi volt ez? Ezt meg fölé fejeli. Kaptam egy ötöst, na hát akkor megtiszteltetésből itt lehet az élőadásom. Szerinted ki fogja megnyerni a VB-t? Fú, hát még a csoportok sincsenek meg, úgyhogy ezt nem tudom. Nem tudom, majd lesz szerintem egy ilyen világbajnokság prediction cucc videó. Na, az igen. Szöglet megint. Csak itt tovább, sok sikert. Nagyon szépen köszönöm. Úramisten, kapufa megint. Az igen. Elég jó. Ezt meg kirúgják. Egész osztály néző lájult, az nice. Szóval is most rakta ki a Journey-t. Igen. Csak hát szerintem itt lehet gyorsabban haladunk, mint ő. Nem hiszem, hogy végig tolta addig, amíg engedi a játék. Én most megpróbálom addig tolni, amíg engedi a trial verziója. Szóval lehet, hogy most egy élőben le tudjuk addig, amíg a trial verziója engedi ezt a cuccot. Jó! Úristenem! Nem, mégsem jó. Nagyon nem jó. Na, gyere! Hunter! Az még nem is volt rossz. Kirúgás, de próbálkozásnak elmegy. Én talán bekapcsolta a kivetítőn a live-ot. Fú. De milyen nehézségen tolott? Hát professzionál, de az a baj, hogy a fönnebb rakom, lehet, hogy tudnék úgy is játszani, csak akkor nem tudok koncentrálni az élőadásra. Még így, hogy pofázol közben, annyira elvonja a figyelmet, föltesznek egy hülye kérdés vagy valamit, és akkor nem bírod, nem tudsz odafigyelni. Fú, hát ez élete passza volt. Reméljük, hogy ilyen passz már nem nagyon fog adni. Az igen. Úramisten! Nem bírja megfogni. Lele a sztár Magyarország összes iskolájában. Na, instruction team. Ja, jó. Ja, a kirúgásnál is volt ilyen szurkolói, nem is tudom, kiáltás, nem is tudom ez mi volt. Ó! Hát esküszöm, beszarok, hogy nem bír egy labdát megtartani. Na. Moving forward with some danger to the opposition. Now they're here. He's got his shot off now. What we get to see, of course, the assistants don't. Whether that'll change. Inches Sapcsere. Let's see Sapcsere. Ja, hogy én oda adom a 20-kát, azt kapok kb. 100 feliratkozót, mi? Vagyok még nincs is 20 000, de hát jó úton haladunk fele. Picit még messzébb van. Ebben a hónapban nagyon visszaesett a... Hálok már jó, hát nem tudom, hogy mondjam, valamikor jó, valamikor nem, de egyébként sokkal jobb, mint ami volt a demóban. Legalábbis én úgy látom, aztán fene tudja, lehet egyébként, hogy csak nekem tűnik így, nem oda passzolja, ahol akarom, de ne zavarjon senkit ez. Na, Hunter, gól! 1-0, ott is van. Egyébként te vagy a kedvenc videósom, nagyon szépen köszönöm. Balázs, te hiányoztál magyar óráról? Mekkora voltások vannak. Neked ki a kedvenc csapatod? A West Ham United. Jó. Hát majdnem jó volt. Na. Legalább tudunk valamit kontrázni. Az még jó. Az még jó, gyere. Bum. Mellé megy, érted? Hűha.
hajrá, te vagy a legjobb. Road to 20k. Hát igen, köszi szépen egyébként. Picit az még odébb van. Az a vicc, hogy rengeteg videót raktam ki, csak kevés megtekintés van. Nem is a megtekintés, hanem az, hogy annyira visszaesett a megtekintés, kb. Ennyi megtekintésem akkor volt, mikor 4000 feliratkozom volt. És volt egyébként egy ilyen komment, hogy lehet, hogy nem a YouTube miatt, hanem hogy szar videókat csinálsz. Hát mondom, barátocskám, ugyanazokat a videókat kb. Ugyanúgy csinálom szinte. És nem hiszem, hogy azon múlna. Rengetegen írták, hogy a YouTube nem küld értesítést. De ezért mondtam, hogy el kell iratkozni, kell lájkolni a Facebook oldalamat, és ott a gól! És ott mindig kint van az, hogy... az, hogy mikor lesz élő, vagy mikor van videó. Mennem kell, nem sokára megyek leszedetni ezt a szart a kezemről. Tudod, mire gondolok? Hol van Melanie? Várunk vissza, lehet, hogy ez, lehet, hogy még itt leszünk. Nem szoktál hibásan írni, hajrá le! Sok sikert, Road to 20k. Nagyon szépen köszönöm, srácok! Úr! Ott a középen, aki fejelt, az nyomok rá egy lájkot kb. Hát az hogy, nem tudom, hogy gondolta, hogy hol látta azt a... Nem bírtunk fejelni. Ajaj, ne, gyere, Léci! Úristen! Ne! Gratulál a FIFA. Lesz vált mét team, nyugi. Szia, sok sikert, ez már volt. 15 akkor feliratkozó van. Azaz, elég nice lenne. Úristen! Na legalább megnyertük a meccset. 2-1, srácok. Na! Nézzük akkor a, ugyanazokat a videókat csinálod, kinézzük meg többször ugyanazt. Jogos. Na. Jó fors gólt kaptunk. Nem, ez híres, akkor is nézni foglak, és lesz ez. Köszönöm szépen, köszi szépen. Na. 8,7. A transfer value az fönnebb ment. 73-osak vagyunk. Nézzük, hogy elmond tudni, hányos Hunter lapot kapsz a végén. Nem, sajnos nem. Na, várjuk a boost. A kis BKV. Az apja Hunternek egyébként. Dad. What, you like my biggest fan now? More like your old man than you think, son. Maybe. Kind of hard to tell, really. Yeah. Fair point. We look good out there, like you belonged. Yeah, preseason tournament. You're developing into a decent player, Alex. Yeah, most megdicsért lapánk. I need to head off. Squad's fly out to Chicago tonight, and I want to catch some sights first. What, in a cab? Don't be daft. Ja, most akkor szerintem ki fog vinni a reptére. Chicagóba fogunk repülni. Most lesz Hunter kártya végén, szerintem igen. Szia Ice Girl, hello! Csapat lehet, te vagy legjobb. Holnap játszunk Sexard ellen. Nincs jobb edzés és előtt Journey-t nézni, hajrá! Komló! Szevasz! Köszi, szi! Helye! Ja, MLS All-Star meccset fogunk játszani. Azok ellen effektív. Kis izé kajálda. Tipikus amerikai cucc. I thought you were staying in England for a bit after the FA Cup final. I did. Was in England looking for new players. Could hang out forever though, could I? What is that? Well, it's just a ghost. Look, it's not important. Yeah, I bet. Not everything's always as it seems. That's it, Char. That's semi fontos. See ya. She the one you left us for. Everything all right, love? Right. Yeah.
Can I call you back in a minute? I'm just at the diner. Need to pay. Jó, éppen ebédeltünk. De itt hogy lehet modit kapni? Hát, nem hiszem, hogy ezen fog múlni, hogy itt kéred. Ja, egyébként srácok, most itt a training egy cuccokat át fogjuk ugorni, illetve le fogjuk szimulálni, mert hát igazából nem szeretném azzal tölteni az időt, hogy lássuk. Egyébként azért le fog menni a jó, advance. Mert hát igen, eltelik azzal az 5 óra, vagy nem is tudom még mennyi van hátra. Na, MS All-Star match. Sziasztok, most jöttem. Szevasz, papi. Üdv az él adásban. Jól órától vagyok. XD. Mi? Ja, az órától jó vagy. Hát gondolom, jó lehet a suli. Na, hátter becserélik. Épp ez a boss. Jó. Kell nekünk két helyzetet kialakítani. És 7-es rating fölött kell lenni. Ú, de jó a fű! Ó, ez a kis izé. Á, nagyon, nagyon, nagyon menő. Schweinsteiger. Ajaj. Úramisten. Elég nice. Egyébként 2-1-re vezetünk. Léci legyen. Á, nem jó a passz. Ezt lehet már egy neked is fogadta volna. Ez élete passza volt kb. Hát aha. Lehet le kellett volna passzolni. Ezt túl sokáig cipeltük magunkkal. Mire passz, vagy fejjel vissza, vagy valami. Jó. Jön egy kontra. Úristen te. Ez nem valami jó. Na, sziasztok, további jó live-ot. Köszi szépen, haver. Örülök, hogy itt voltál. Á, de nem bír, érte, nem bírja megtartani a labdát. Szép. Legalább ki tudtuk innen rúgni. Nikol is nem játszik. Nem tudom. Legalábbis eddig nem láttam. Can he take them on? Hunter. Neatly intercepted. Ú, de rossz volt ez a passz. Nagyon rövid volt. Na, Hunter! Gól! Nagyszerű. Szép befejezés. Info van, onnan nézlek. Az igen. Jó haja a Hunternek. Egyébként igen, most lecseréltük az alapverzióját. Ajú, Cresswell és Hunter góljával 3-1. Nagyszerű labdaszerzés. Milyen jól elindult ez a támadás, vagy labdakihozata, annyira szar lett itt a végére. Ajaj, ne, Léci! Jó. Joe Hart ott a világ tetején. Hú, de ezt nem tudom hol látta, nem bírja átvenni kb. Na. Fúúúú.
Oké. Oké, nagyon szép. Na, Hunter, gyere. Gyere. Passzold le. Úristen, ott lett volna a gólpassz. Fölrúgják. Azt nem így kellett volna. Michael Bradley. Giovanni Dos Santos. Bradley. Ezt szerintem megnyerjük, srácok, innen. 90. percet innen már szégyellően elveszíteni. Igen, a rövid haj után ezért hosszabb lett. Hát ez ugyanaz, mint régebben a GTA San Andreasban. Ott is ugyanez volt, hogy... volt a csávónak kb. Ezért kopasz feje, azt utána bementél a fodrászatba, és ezért... csávónak 10 centis haja lett kb. Egy ilyen hosszú befonott valami. Lanzini. Hunter. Ezt is le kellett volna passzolni, csak nem bírtam már átvenni. Na! Csak a verzió mennyire azonos a véglegessel? Hát ez lesz, srácok, a végleges játék, csak annyi, hogy ezt most csak 10 óráig tudom játszani összesen. Kb. Már csak 4 óra van. Sőt, 3 óra 45 perc. Na nézzük, hogy miket tudtunk teljesíteni. Hát azt az Impreza boss, azt igen, egy helyzetet összehoztunk, meg megnyertük a meccset. Úgyhogy mindegyik nem sikerült. Még egy gólpassz összejött volna, aztán annyi. 200 like. Na! Hatalmas király vagytok, srácok! Na nézzük. Szerintem már most is fejlődött Hunter ennyi idő alatt. Nem. Majdnem meg vagyunk 74-esek egyébként. Azt hiszem, hogyha még egyet... Igen, 73-ból és majdnem 74-esek vagyunk. Na, Chicago újabb meccs. Nem. De még lesz egy ilyen cutscenes cucc. Repülő. Na, kis turbulencia. Ott a kupa. Az igen. Mennyi ideig tart a live, nem tudom, srácok, lehet, hogy akár 3-ig is, vagy 4-ig is el fogjuk tolni. Meglátjuk ezt, hogy lesz. Egyébként lehet, hogy 3-kor vége lesz, legalábbis addig gondolom. Mi van? Ja. Kaptunk egy Ultimate Team egy cuccot. Continue the journey. Na nézzük, hogy... Azaz, 214 néző, 214 like. Szevasztok, srácok, esetleg aki most csatlakozna. Pacsi nektek. Na. Chelsea ellen játszunk. Back in the business. So, new második season. Fejezet. Some new faces. Back to work. This season we need to push ourselves more. Work harder. Every point is crucial in this league. So get out there and show me in the gaffer how much you want it. Let's do this. Na, nyerjük meg a meccset, srácok, a Chelsea ellen. 4-ig. Hát lehet 4-ig nem lesz, mert hát a 4-ig fogunk tolni, akkor nem lesz több videó 18-al. Úgyhogy mi az, hogy vége lesz? A live soha nem érhet véget. Varázsol nekünk valami szél. Úristen. Nice, jó volt. Most, hogyha 4-ig tolom, várjátok, 5-ig tolhatnám, mert nem, 6-ig tolhatnám, mert 5 óra volt még hátra. Hát akkor lehet, hogy 4-ig el fogjuk tolni. Meg egyébként az lesz a lényeg, hogy meddig engedi egyébként a játék, hogy toljuk. Ha lehet, hogy 3:30-kor már vége lesz, és akkor többet journey nem lesz, amíg nem jön ki a teljes játék. Ezt most addig fogjuk tolni. Na.
Opasz, lenne, ha pontos lenne. Egyébként nagyon szép a fűnek a színe, a kinézete nagyon-nagyon szép, és az mondjuk nekem nagyon fontos. Ííí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 í Egyébként a tegnap este toltam egy-két SBC-t, és tök jó csomagok jöttek, 55k-s, és két 55k-s csomagból, meg ilyen maradék csomagokból. Legjobb kártya, amit kinyitottam, az egy Petr Cech volt. Azon kívül kaptam még egy Williant, meg kaptam egy Semedo-t. Egyébként ebből ilyen össze 120k-t össze lehet szedni, úgyhogy elég jól halad a biznisz. Azon kívül még lesz 8000 FIFA pontom, vagyis hogy lesz még annyi, 3000-et már elnyitottam. Jó. Léci? Jó, szép. Na, kontra. De hogy azt hittem, úramisten, azt hittem, hogy ott van egy játékosunk. Húha, Diego Costa. Diego Costa, ne. Jó, nagyszerű. Joe Hart. Annyi. Á, de átveszi a labdát, egyet fordul és ott hagyja. Elveszik, úha. Hát ezt, ebből szopóka lesz, nem. Rövidre nem megy be. Nincs hétfőm leckére, az is jó. Vagy, nincsen leckém hétfőre. Hát ez... Ezt elérjük talán. Az még jó. Hunter, ott hagyjuk a labdát. Honnét vetted a FIFA 18-at? Ezt még nem vettem meg, srácok. Ez az Early Access verziója, azaz 10 órán keresztül játszhatok addig, amíg meg nem jelenik a teljes játék. Még van kb. 5 órán belőle. Jó. Azt vissza kellett volna passzolni, de nem jön össze, basszus. Beszarás. Na. Fúha. Szép! Nem szép, nagyon csúnya. Oh, hogy a rohadás egye ki a nyakad, hihetetlen. De jó. Early Access is az a FIFA pontot. Hát ez a 17-ben vásárolt FIFA pontomat raktam át. Ott vettem 11 000-et, és abból még maradt 8000. Mert csináltam egy draft videót is, azt szerintem holnap fogjátok majd látni. Mind dél körül lesz kint. Addig nem hiszem, hogy lenne egyéb program a csatornán. De holnap ilyen dél körül majd nézzetek fel a csatornára, az biztos, hogy kint lesz majd. Hát de ott van, érted, és nem. Ebből nem lesz valami jó dolog. Eddig annyit lőtt a Chelsea, mint szerintem mi egész szezonban fogunk lőni. Egy millióba. Szép a fű, csak nagy elszívt. Hát ezt nem fogunk elszívni. Hihetetlen, hogy 1-0 a Chelsea-nek. Na. André Ayew. Courtois kivédi. Nézzük azt a szögletet. Jól jön középre! 1-1. Arnautovic. Found a route to goal. The goalkeeper who'd been beaten is mad with his
Tűha. Ezt rendesen meg tudtuk fejelni. Na jó, egy-egyel fejezzük be az első félidőt, és tök jó egyébként, hogy vannak ilyen szurkolói cuccok is így már a játékban, szóval a szurkolókat is mutatja. Na nézzük akkor a második félidőt. Ezt most meg kell nyelni. Három órán van suliba, úramisten. Azt kibírni. Elég lenne egy is kb. Egyébként soha nem értettem, hogy pénteken miért kell kínozni az embereket. Kb. Mindenki egész héten annyira el van fáradva, és még az utolsó óra is valami nem ilyen, hogy testnevelés, vagy valami, hanem beraknak egy ilyen nem is tudom, ilyen elképzelhetetlen ilyen fizikát utolsó órán, pénteken. Gól. És egyszerűen nem bírsz odafigyelni, mert annyira leszívta az agyadat a suli egész héten. De beraknak egy fizikát utolsónak pénteken, ilyen 8. órába. Az elég jó volt. Húha. Megint mehetünk a döntetlenért kb. Na, legalább megvolt a... Az még szép is, jó. Előbb Ayu volt a gólszerző, de most lehet, hogy Lanzini lesz. Lanzini! Nagyon szép! Ott van! És Hunter! Az igen! Na, 2-2! Ennyi. Early Access nem a demo. Hát igen, ez nem a demo. Most megvan neked, miért sokkal gagyibb a grafika. Hát lehet azért, mert olyan a videókártyád. Egyébként nekem is régebb olyan volt, amikor volt egy ilyen szar videókártya gépembe, akkor nagyon-nagyon durván nézett ki, nagyon-nagyon ganéul nézett ki az összes játék. És ahogy megvettem az új videókártyát, teljesen máshogy nézett ki utána minden. Húha. Na. 7. Nem adtunk a paszt. Na nézzük. Ajaj. Jó. Hát, igen, a passzok azok nem nagyon jönnek össze. Ajaj. Ajaj. Szép. Kanté. Jó. Passz az már nagyon fos volt, de legalább ott meg tudtuk akadályozni azt, hogy rálője. Jó, Hazardtól megszerezzük a labdát. Ezt még belelőjük, hihetetlen. Na, gyere! Kontra, Hunter, gyere! Az a baj, hogy Hunter nagyon fos. Úristen, nem bír lepasszolni. Na gyerünk, muszáj egyébként gólt lenni, 3 pont kell itt most hazai pályán, muszáj. Hazai pályán meg kell legyen. Jó, nagyon szép. Na, úgy indulsz, mint esküszöm, nem is tudom. Jó, Hunternek menne az indítás, de nem jó. Nem pontos az indítás. Nincs túl sok idő. Megvan. Megvan a labda. Na gyerünk. Kontra. Gyere. Hunter. Gyere. Mi volt ez? Hihetetlen. Ilyen emberek. Vajá. Hol voltál, haver? Neked kellene. Itt van. Fabregas. Conte.
Hol tudod megszerezni ezt a 10 órás verziót? Kérlek szépen Originbe belépsz, és veszel Origin Access-t magadnak, ami 4 euró. Ez egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen 1300 forintos cucc. Jó, és ott megy tovább a passz. Nagyon jó. Gyerünk! De nem értem, hogy miért befosott kb. A játékosunk. Megjöttek a 9-esek, azaz. Hogy van beállít a kamera, nézed? Full alapon van minden. Egyébként. Annyi. Mi Sanson igazi neve? Még én se tudom. Nem, én tudom, de nem. Volt már egy ilyen kérdés, ott voltunk ezen a New Era rendezvény, és jött egy ilyen gyerek, azt mondja, hogy lehet egy kérdésem? Azt mondja, Sanson, mi az? Mi az igazi nevet? Azt mondja, ezért Sanson, majd megtudjátok egyszer. Ennyi. No, advanced cucc. Vége a napközinek. Uramisten, az beszólás volt. Na, player traits. Skill pointokat. Nézzük, hogy tudjuk. Ó, igen. Nice. Vagy még 4 skill pointunk, kb. Jó, akkor ezekre rátoltuk most. Advance. Meg szerintem lesz megint egy ilyen cutscenes cucc. Hogy tolja a telefont, kisfüggő. Nagyapa csinálj tojásrántottát. Még szerintem nekiállunk tévézni. Nem. Aha! Michael. Have I got news for you, sunshine? Jim, Catherine? Michael, you're just in time for breakfast. Grab yourself a coffee. Oh, don't mind if I do. Well, what's going on? Seems like your performance in the preseason tour is turning some heads, Alex. I can't say I'm surprised the way you're dominating games. Mm-hmm. Who? Well, I've been having some very interesting chinwags with reps from some of Europe's top clubs. Bayern, PSG, Atletico. No. Oh, and I just got off the blow with a gent representing, wait for it, none other than Los Blancos. Shut up. Real Madrid? The very same. Seems like you made quite the impression in the US of A. Well, it's early days, but they'd like to talk about getting you on board before the transfer window shuts. Szóval, most jön ugye az átigazolási szezon, illetve időszaknak a vége, és a Real Madrid lehet, hogy meg akar minket venni, mert egyébként a Bayern, PSG, meg az Atletico is. Nézzük. This is as big as it gets, Alex. Bigger stars, bigger games, bigger contracts. You're not having me on. Like, you know, these were my childhood idols growing up. Raul, Roberto Carlos, Zidane, come on. Looks nailed from what the agent was telling me. It's an honor, sure. But you're only 18, Alex. You know, it's a dream move, I understand that. But the pressure, you think about it, you're gonna be down there on your own. And with their squad, you probably won't even be a starter. There's gonna be lots of other chances in your career. Right now, this is a risky move. Ja, itt a nagyapánk azt mondja, hogy nagy játékosok vannak ott. És lehet, hogy kockázatos lenne elmenni 18 évesen, mert lehet, hogy nem kapnánk lehetőséget. És hogy ez egy álom lenne, de egyébként egy rizikó. They're not gonna forget. Not for something like this. I know, Granddad. But this could be my one shot. Look what happened to Dad. Oi. Do not. Jaj, nagyon kigyúrta magát. Kis szteroidokat tolta. Otherwise they might consider moving elsewhere. Well, if it's got Michael's approval and it's what you really want, then what does your heart tell you? It's been my dream since I was a child, Mom. Now how can I say no? Ja, hogy mondhatnék nemet, ez egy álom. But in the meantime,
I need you to find an extra gear for the first few games of the season. Yeah? Mm-hmm. Could whack a gnaw on the transfer fee. Real Madrid! Az igen, Csáma el sem hiszi, hogy a Real Madrid le akarja igazolni. Sose lesz meg a 20 ezer. Hát ez valamikor csak meg lesz egyébként. Na. Hunter is a... Mi? Hát és live-odat nézi a telón. Az igen. Na jó, ezeket elszimuláljuk, hogy ne töltsük ezzel is az időt. C meg F. Hát ez nem jut össze a második cucc. Advance. Oké. Okay. Lesz kérdez felelek videó? Lesz majd. Na. Okay, so let's say Real Madrid do come in with a suitable offer before the August 31st transfer deadline. Alex, are you sure this is what you want? If you stay here, we can continue your development and then in a few years... But he's one of the hottest properties in the Premier League right now. If this is about your current contract, Michael and I have been discussing it. It's not all about the money. Minden a pénzről szól. We see how this plays out. But if you're serious about moving on, Alex, you'll need to submit a transfer request. Ja, hogyha el akarsz igazolni, akkor egy átigazolási kérelmet kell. I understand. Na. Egyszer csak meg lesz egyébként. Huddersfield Town-nal toljuk. Na, ezt a meccset is lejátszuk. Alexander ideges. Well. Mate, I was gonna tell you just after the match, you know. This isn't how we should have found out, Alex. Uha, picit paprikás itt a hangulat. A meccs után el akartam mondani neki. Meglátták, hogy... It's all over the internet. The fans, they'll know. Congratulations, mon ami. Gratulálunk, mon ami. Na nézzük akkor ezt a meccset. Mi lesz ebből? Players team, toljuk így. Kinoszol el a lúcod. Hallod, papi, egy picit vegyél már vissza magadból. Ez már kicsit sok. Na. Huddersfield Town vs West Ham United. Ezt simán meg kell nyerni, úgyhogy erre most rá fogunk egy picit függni. Na, toljad. Passz. Oké, okay. Szép passz. Az jó, az jó, az jó! Lesz volt, igen. Azért volt ez a kis piros cucc a nevünk mellett. Hú, de jó ez a... Egyébként a kommentátorok is arról beszélnek, hogy el fogunk igazolni. I mean, they're all good defenders in their own rights, but in front of them, they've got players who are going to be working really hard. Whether they could be a lovely... Az jó! De még jó is lehet. Hunter! És elrúgják előlünk a labdát. Pedig ez most jó helyzet volt. Na, gyerünk. Léci, úristen. Uramisten, ne. Jó, szép volt. Oké. Okay. Az még jó? Nem jó. Mégsem jó.
between these two. Ajaj. Légy színe. Szép volt. Ez is idáig nagyon jó a játék. Ez is jó. Az még jó. Nagyszerű. Lőd be. Úramisten. Nem, oda, nem arra a sarokra kellett volna lőni, hanem a hosszúba betolni. Uha. Hát nem igaz. Nem írja átvenni a labdát. És nézzük, most fogunk gólt kapni. Akkor beszarok. Na jó, mégsem. Mégsem kapunk gólt. Húha. A Liverpool már is vezet. Méghozzá a West Brom ellen. Húha. Felé. Éha. Looking for a through ball. Jaj, szabadrúgás. Like. It's not really away. Poor clearance. Fú, amiket meg fölrúgnak, az arra nem fúj be semmit. Lanzini. Hát, rossz becsúszás. And this rumor, Alan, you know, what's your gut feeling about whether there's some truth in the story or not? Az jó. Hunter ez nagyon rossz volt. Húha. Nem igaz, hogy nem tudja lepasszolni. Mi? Ez az igazi FIFA, vagy az Origin? Igen, ez az Origin Access-es cucc. Ott hagyja. Átveszi, és ott hagyja a labdát. Hát én befosok ezen a játékon. Na, gyere! De, érted, odaáll előmbe is. Nem igaz. Jó! Hunter! Hunter! Ok. És még bent tartja fejessel a labdát. Ha valakinek le tudnám passzolni. Az jó! Az jó! Ott a gól. 1-1. 1-1, srácok. Végre ki tudunk egyenlíteni. Mi? Ez a bolc, ez nem FIFA 18. FIFA 18, nem NHL 18, hát... nem. Nem valami hasonló a kettő. Na, nézzük a második fél időt. Egy-egy idáig az állás, nem rossz. Oké. Úramisten! Nyomom direkt lefele azért a kis analóg sticket, és ott hagyja. Most kit érdekel, hogy ki onnan nézi. Hát, igen. Valahogy így. Szőj, de jó volt. Élete meccse. Ez a bíró is az előbb úgy áll, mondom, oda passzol, akkor látom, hogy az én játékosom. Most nem is az, nem az én játékosom, hanem az a bíró volt az. Na. Ez mit csinál? Tolat hátra, mint a busz. Fúha. Na. Szerezzük meg, ne szórakozzunk már. Húha,
Azt fölvágtuk rendesen. Öt múlva meg lesz a 100 000, úgy is van. Ja, meg kell nyerni a meccset. 6 egész, vagy mármint hogy annál jobb, 6 egész, nem is tudom, azt hiszem 6,7-et láttam, hogy jól láttam. Annál jobb értékelés kell elérni, és kell gólpasztani legalább 2-t, hát nem tudom, hogy mi lesz, egy is jó lenne egyébként. Aja, ne. Nagyon jó. De végre befúj egy szabálytalanságot. Istenem. Na, passzol már le. Ja, Istenem, kapussal passzolj. Jó van. Elég szép. Elengedi a labdát. Ne. Úristen. Na, majdnem. Mai cél a 20 000 feliratkozó. Hát addig még egy pici kell, de mondjuk legyen az a cél. Hát nem hiszem, hogy az ma meg lesz. Egyébként tényleg, hogyha valaki még nincsen feliratkozó és nézi az élőadást, az nyomjon rá már arra feliratkozó gombra. Nagyon-nagyon régóta várom, hogy a 20 000 meg lesz. És egyébként, ahogy az előző hónapban jöttek a feliratkozók, simán meg kellett volna legyen eddig már, csak hát... Egy-két embernek nem küld értesítés, nagyon szép az! Láss megint! Láss! Nagyon jó! Örülnél, hogyha valamelyik nagyobb videós berédelne, hát... Örülnél, csak nem tudom, hogy ki élőzik, vagy egyáltalán valaki élőzik a nagyobb videósok közül most. Nem tudom, szerintem nem videózik most szerintem senki. 100 000, az igen, ha ma meg lesz a 100 000, esküszöm, ma éjfélig fogjuk tolni a FIFA-t. Adrián a kapusunk, nem is Joe Hart. Hát eddig nem jön össze, semmi, esküszöm. Ajaj. Jó. Na, toljunk egy támadást. Aha, majdnem. Lesz, nagy lesz volt. James Collins a pályán. De, megint nem igaz, hogy nem tudok. Hihetetlen. Egy nagy live, az vagy te, az. Köszi. És egyébként Hunter-t el is vették. Most le is vettek minket a pályáról. Az igen, PewDiePie Raid. Hát ezt most leszimuláljuk a végét. Tehát nem lesz meg a győzelem. Le nekem sem küldött. Hát sajnos ez az van, hogy ezt nem lehet nagyon irányítani. Advance. Na, kis esős ablak izé. Morning, love. Sleep much? Jó reggelt. Hoztak egy kis kávét nekünk. I really appreciate you coming over last night. I really needed the company. Of course. We're always here for you, lad. Mindig itt vagyunk neked. Na. Seen what? Innen volt a demóból benne, úgyhogy lehet, hogy egyébként mindjárt vége a... That is not what happened. Oh, don't worry, this kind of stuff's normal. It's all part of the transfer merry-go-round. Normal? Seems to me like things are getting out of control here. Still no official offer. All the big clubs take the transfers down to the wire. I'm meeting the guy tonight. Should be done and dusted by the AM. Just keep the faith, yeah? Yeah, well, I hope you've got Alex's best interests at heart. Come on, Granddad. We're not here again, are we? Yeah. When has Michael ever let us down? Na nézzük, hogy akkor itt most mi lesz. Lehet, hogy még egy meccset le kell toljunk. Nem, lesz egy edzés. És akkor lehet, hogy utána lesznek meccsek. Hello, gentlemen. Let's train.
Ezt is leszimuláljuk, hogy ne teljen az idő. C és D, ez tök jó. Did I miss a meeting with the gaffer or something? You lot were cutting corners out there today. Jó. Lehet lesz megint egy cutscene cucc. Lehet igen, lehet most a meccset le kell játszani még. Igen, Crystal Palace elleni meccs jön. Kis öltöző. Ahogy nézik Huntert. Elég jó. You wanna grab yourself a beer, blood? I'm on a bench. Gaffer doesn't think you've got your head in the game with all this transfer business going on. Frankly, I'm inclined to agree. Boss, it's fine, trust me. Personally, kispadon kezdünk, mert ugye mindjárt lesz ez az átigazolás. Kis szép beírás, de hát kaptál egy bont. Szevasz! Players Hunter. Most Hunterként fogunk játszani, srácok. Lehet ez lesz az utolsó meccs így a West Ham United-be, mielőtt átigazolunk. Uha. Kis kifütyülnek meg minden. Uha. Uha. Eléggé cinkes. Megjöttek a 9-ek kb, de Bond kap az összes. Nézzük, fel fognak-e rakni, nem? 1-0 a Crystal Palace-nak. Lehet 2-0 lesz. Aha, 2-0 Crystal Palace-nak. Nem tudom, melyik 9 írja ezeket a szarságokat, de hihetetlen. Na. Lehet most becserélnek minket? Alright, Hunter, it's time. Here's your chance to win them back, lad. Nem mehetek így el. That's a spirit, lad. Korán bannoljad ezeket a gyerekeket, mert hihetetlen, hogy ennyi 9 van itt. Köszi szépen! Köszi szépen! Örülök, hogyha így gondolod. Oké. Okay. Azt hittem le fogják oda passzolni. Na, gyere, ott! Jó, Hunter! És a lövés elakad, de kimegy, nem megy kiszögletre. Csáll, ha a FIFA 18 útében most veszek jó játékosokat a játék megjelenésekor, el tudom adni őket drágában? Szerintem igen. Én is azért várok, hogy nem adtam el még Williant sem, meg Petrcseket sem. Na gyere, Hunter! Hunter, jó passz! Lőd rá! Nem igaz. Hát én beszarok rajtad. Uramisten. Átváltunk erre a kamerára, mert labdát látjuk akkor. Na, a meccset nem hiszem megnyerjük,
mert azért ahhoz még picivel több idő kellene. Az is jó lesz, hogyha gólt fogunk lőni. Ebből is gól lesz. Nem, kapufa. Fúha. From Huddersfield. It's a goal from Manchester City. It's been scored by Sergio Aguero. A lovely curling effort but left the keeper grasping thin air. 66 minutes played. 1-1. Cheers, Alan. Here's Hunter. Johan Cabaye. Could have stopped it, the referee. Crystal Palace allowed to play on because of the advantage rule. The shot's on. Oh, that's a fantastic goal. És megint gólt kaptunk. Elég szép. 4-0 oda. Here he was, faced by the goalkeeper. That was the challenge. In you go. Easy as you like. Hú, hogy ott kit látott, azt valaki megmondaná. Mik ezek a beírások, komolyan? Idióta kilencek. It's Alex Hunter. Cheku Kuyate. No. There's a dangerous feel to this attack. It's looking good, guiding the pass through. Well, from the neutral perspective, you do love to see attacking players playing as well as they can, and it keeps us on the edge of our seats, and he's certainly done that today. He's going to be taken off now. Yeah, and he's got himself a few goals this season, and as a result, he's playing with a great deal of confidence, and that's vital for any striker. Hit in hard and low. Going in for goal! Cleared away by the defender. Nem bírok egyszerűen labdát szerezni, vagy nem kapunk labdát. Kb. No. Just looking at the tactics of this match, maybe this substitution will hold the key. It's Alex Hunter. Felrúgnak. Hunter. Jó, Hunter! Gyere, ezt be kell lőni. Alex Hunter, de... de nem igaz, hogy... az utolsó pillanatokban megszerzik. Ebből gól lesz, nézd meg. Johan Cabaye. That's a fine challenge, and he's got the ball. Hunter. Nagyon jó, Hunter, gyere! Hunter, szép passz! Mellé lövi. Mellé lövi, pedig ez most jó helyzet volt, nagyon. Ez most nagyon jó helyzet volt. Ilyet, ezek a beírások, nem tudom, ezek mik azok, melyik kilenc csinálja ezt, de felrúgnám, az is biztos. Na! Ott, passzoljál már! Jó! Hunter! Hunter! Úristen, mekkora kapufa! Hát ez hülye! Tűha! Jó! Szép! Szép! Kapufa megint! Hát ez beszarás, komolyan! Azt meg ott lelökték! Na, Hunter, gyere! Jó, Hunter! Kapufa! Ez meg gól! Istenem! Ezeknek meg annyi eszük sincs, mint a kilenceknek. Egyébként teljesen igazad van. Hát ennyi kapufát, figyeld! Kapufa, ez még milyen gól volt, onnan azt hittem fölé lövi. Na, megnyertük a meccset. De nyertük. Lőttünk egy gólt legalább. Nem annyira rossz. Elmegy egynek. Cheku Kuyate.
Az még jó is. Passz be. Jó. Hunter. Hunter. Nem tudok lőni, nem bírok lőni, érted? Hihetetlen. Azt meg ott meg fogják szerezni, tuti. És reméljük, hogy meg... Na, ott is átmegy. 5-1 lesz ebből. Na, a 4-1 lett. Snodgrass góljával. Egyébként volt helyzetünk bőven. And that look on his face suggests that he's not happy, obviously, with the result of this club, with Real Madrid apparently making an offer. Na, cutscenes újra. Bejöttünk a pályáról. Alex, defeat aside, that must have been a pretty difficult match for you. No. You've asked for a interview. The crowd was getting on your back. What was going through your mind when you came onto the pitch? I just wanted to block out the crowd and get us back into the game. As long as I'm at this club, I'll give 100% in any game the gaffer picks me for. And will this be your last game for the club? De utolsó meccsem a klubnak. I'm just concentrating on playing, helping the lads get the 3 points whenever I'm picked. Thanks for your time, Alex. Cheers. No. Mindjárt megoldjuk, 76-osak. Advance. Lesz egy kis edzés megint. És utána lehet már vége lesz. Vagy már közeledünk egyébként a végéhez a cuccnak. Ezeket leszimuláljuk. Na, egyébként már 3 óra. 2 órája toljuk az élőadást. Elég jó. Ilyen hosszút már nagyon rég toltam. Mennyi idő van még le? Hát elvileg 6-ig tolhatom, de hát remélem, hogy nem kell 6-ig tolnom, hogy vége legyen a journey-nek ezen része. Nem hiszem, hogy addig kell tolni. Na, lesz megint egy cutscenes. Ez... Na, innen kezdődött a demo. Innen kezdődött a demo. Hogy jön Michael be, és még van pár óra a... Zéd. Az átigazolási. Most kell mennünk Michael-el. Na, mostantól lesz érdekes. Innen már nem tudom, hogy mi lesz. Come on, move it! You should have taken the bank. All right, Michael. You're starting to freak me out. What is going on? Magyarázd el neki, Michael, mi akar, és mi fog történni. The agent, the one I've been dealing with, he's a complete fraud. Move it! Ja, szóval teljesen... szóval tiszta ilyen, nem is tudom, ilyen... hogy is mondjam, hogy jó legyen. Szóval egy ilyen... Nem is baki volt, hanem kicsesztek Hunterrel, mert nem volt igazi az az átigazolási kérelem. Most pedig mennek, hogy megmentsék Alex Hunternek a karrierjét. Mostantól lesz érdekes a történet. I sympathize, but we can't escape the fact Alex asked to leave. I'm still 100% committed to this club. I'm afraid the manager begs to differ, Alex. We spoke earlier. He feels you should no longer be a part of the first team squad. Wants you training with the youth team from now on.
This boy carried the club on his back last season. The manager's decision is final. Ja, hogy a fiatalok között kell játszunk. We've got other offers on the table and we've got 12 hours to play with. So long as the teams making offers aren't in the Premier League or in a European competition, we'll be happy to speak to them. But we won't sell Alex to a rival. And turn down a fortune? This is now a seller's market. And we're under no pressure to do business unless it's right for us. Na. Yeah. Átigazolás. Yeah. Look, I'm sorry for calling at short notice, but I'll give you a call back, yeah? Right. Okay. We got until midnight. Something will come up. Éjfélig várni kell, és akkor addig kaphatunk valami ajánlatot. 4 órával később, ha több focizik. Ajaj. Reggelt, Michael. Na nézzük. I tried. You were the one pushing for this. You were the one who kept telling us everything was gonna be okay. He said all the right things, dropped all the right names. Because of you, my career is down the drain. Let alone any chance I had of being called up to the England squad. I made a mistake. Maybe I wanted it too much. Look around you, Alex. How many superstars do you see on my books, eh? Back in the day, the phone was ringing off the hook, top players wanting to be represented by me. But now, you get old, the big deals, they dry up. You're yesterday's man. Nothing's starting to go south with Gareth. I lost control. I needed to get it back. I need to matter again. Everything I've done, but didn't matter enough for you. Uh-huh. You gambled my career. Just to get back in the time. It's not like that. What's it like then? You gotta believe me. I just wanted the best. Fú, hideg kiráz. Jó ez. Na szóval, ha így döntünk, akkor nem fogjuk elfogadni Michaelnek. Soha nem találkozunk. Hát legyen így. Na nézzünk, gyorsan keresünk egy új klubot. Na. Apa hív, vegyük föl. Vedd már fel azt a telefont. Telefon? Tabletet. Dad. You got some kind of sixth sense about calling me at the worst possible time. You still looking for a new club? What? Yeah. But it's too late now. Túl késő. Too late, Alex. Just give me 5 minutes, that's all I ask. Got someone here who'd like a word. How are you doing, Alex? Javier Gonzalez. I'm sure you remember Sardes. Los Angeles Galaxy. We hear you're looking for a new club. Hoo-hoo. As it happens, we've had bad luck with some injuries. And we're looking to bring another striker on board to help us push for an MLS playoff place. Woo-ha. I don't know about you, son. But to me, this sounds like one heck of an opportunity. If you're interested, we can make it happen. But we're gonna need an answer now. Alex, this could be good for you. You could set MLS alight. Na, az MLS-be fogunk játszani, srácok. Harold, úgy néz ki. Would you be okay to work with me if Alex says yes? Whatever Alex needs. I don't know. It's all happening too fast. It's a chance for a new beginning, son. So, Alex, what's it going to be? Training with the kids? Or coming to the LA Galaxy? Ennyi. Szóval vagy a Los Angeles Galaxyhoz fogunk menni, vagy a gyerekekkel fogunk edzeni. Hát egyértelmű, hogy a Los Angeles Galaxyhoz fogunk menni. Kaptunk még egy Ultimate Team-es cuccot. Szóval majd megnézzük később. Mikor lesz vége a live-nak, maradjál már csöndbe. Na,
Ja, hogy ennyi volt? Oké, na hát ennyi volt, srácok, a, a journey. Oké. Hát ez, ennyi tudtunk játszani a cuccból. Na nézzük akkor az Ultimate Team-be bele. Itt még nem jártatok ti szerintem. Legalábbis az én live-omban biztos, hogy nem. Megnézzük, hogy miket kaptunk így a csomagokban. The Journey Rewards. Takar, hogy kaptunk egy Rio Ferdinand kártyát, meg egy másikat. Azt mindjárt megnézzük, hogy mi az. Mi? Ja. New Club Item. Nézzük csak, hogy mit kaptunk itt. Ja, Store Packs, és akkor nézzük, hogy mi lesz ebbe a Loan Reward cuccba. Kit kapunk meg. Spanyol. Asensiona, az nem is rossz kártya. Igaz, Loan verzió, de hát srácok, draft nem lesz. Meg egy David Villa. Na, tök jó, egyébként ez nagyon jó lesz. Nagyon jó lesz. A Los Angeles Galaxy-ba fogjuk tolni majd a draftot tovább. Úgyhogy ennek az élő adásnak szerintem itt kell, hogy vége legyen. Mert hát igen, azért jöttetek legtöbben, hogy az Ultimate Team-et, illetve nem is az Ultimate Team-et, a Journey-t próbáljuk ki együtt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, srácok, nektek, hogy itt voltatok a mai délután. És látok, lenne vesszük a zenét, mert én is megsüketülök. Szóval nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy itt voltatok a mai délután. Egyébként ezt az élőadást majd a délután folyamán vissza tudjátok nézni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt és végigkövette ezt az élőadást. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Úgyhogy találkozunk legközelebb, szerintem már holnap egy draft videóval. És holnap még vlogolni is fogok, úgyhogy jönnek majd a FIFA 18-as videók. Köszi nektek, szevasztok!